Az önzetlen szolgálat és a kerületért végzett munka elismeréseként március 14-én Ugi Attila polgármester és Kucsák László országgyűlési képviselő, valamint dr. Léva István Zoltán és Csomó Tamás alpolgármesterek kiosztották a díszpolgári címeket és a kerületi közösségekért végzett munkáért járó elismeréseket. Ebben a kerületben évről évre számos olyan kiválóságot ajánlanak a kitüntetésekre, akik közül tényleg nehéz kiválasztani néhány nevet. Ebben az évben sem volt ez másként, mondta el a polgármester. Több felterjesztés érkezett, mint amennyi a rendelet alapján kiosztható, és amit mi a szívünk szerint kiosztottunk volna, tette hozzá. De nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne devalválódjon ennek a kitüntetésnek, ezeknek a kitüntetéseknek az értéke azáltal, hogy több tucat osztunk ki belőle. Ezért szigorúan ragaszkodunk mindig ahhoz, hogy a megfelelő kategóriából csak egy, kettő, maximum három személy kaphasson egy-egy kitüntetést meg. Azt gondoljuk, hogy inkább érdemes egy picit várni arra, de sokkal nagyobb értéke legyen annak a kitüntetésnek. A polgármester kiemelte, hogy a közösség szolgálata egyet jelent saját érdekeink háttérbe szorításával. A díjazottak saját szakterületükön tudásuk legjavát adták, önzetlenségből és kitartásból jelesre vizsgáztak. Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre díszpolgára kitüntetés és elismerő cím egy életpálya kiemelkedő értékű teljesítményéért, maradandó értékű megbecsülést kiváltó tevékenységért adható. Járainé dr. Bődi Györgyi, a Vörösmarty Mihály Énekzenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. A kitüntetés adományozásával Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre önkormányzat képviselő testülete a több évtizedes igazgatói munkáját és elhivatottságának elismerését fejezte ki. Ebben a kitüntetésben benne van a pedagógusok iránti tisztelet, az iskola vezetők iránti tisztelet, és elsősorban az a szándék, hogy a kerület vezetői bizonyítsák azt, hogy nagyon fontosak a gyerekek. Dr. Juhos Adrien orvos. A kitüntetés adományozásával Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre önkormányzat képviselőtestülete példamutató orvosi elhivatottságát köszönte meg. Dr. Juhos Adrien kiemelt figyelmet fordított a szegény sorsú gyermekek családok helyzetének javítására, amit életmódtáborok és alapítványi támogatás révén valósított meg. Napokig nem is tudtam igazán aludni, mert nem is tudtam, hogy mire fölkapok én meg kitüntetést. Igaz, hogy kaptam sok helyen, még Németországban is, ahol dolgoztam, de ez azért nem olyan gyakori dolog. Pro Urbe Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre kitüntetés egy időszak kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységéért adható egyéni teljesítményért, illetve alkotói munkaközösségek részére. Kis László a szemeretelepi református egyházközség lelkésze. A kitüntetés adományozásával Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre önkormányzat képviselőtestülete a sok éves elhivatott lelkészi munkáját köszönte meg. Nem gondoltam erre a kitüntetésre, hiszen az ember nem is a kitüntetésért dolgozik, hanem lelkiismeretéből, ami jót megtehet azért a településért, azért a helyért, ahol él és szolgál. Jól esett ez a kitüntetés, nem személyes büszkeségből, hanem azért is, mert úgy érzem, hogy a hivatásomat is, mint lelkipásztor, és ezzel a gyülekezetemet is megtisztelte ez a kitüntetés. Dr. Mayer Lajos jelenleg a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének nemzetközi ügyintézője Brüsszelben. A kitüntetés adományozásával Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre önkormányzat képviselőtestülete a Szent Imréért végzett kiemelkedő közösségi munkáját köszönte meg. Mayer Lajos a dr. Széki Endre Helytörténeti Társaság alelnökeként is minden fórumon kérelmezte Pest-Szent Imre központjának fejlesztését, szebbétételét. Most éppen 25 éve ennek a tevékenységnek a középpontja. Én hát azért jóval előbb kezdtem az akkori tanácsot bombázni mindenféle javaslattal, hogy csináljanak valami szebb Pest-Szent Imre központot, és legyen egy élhetőbb, jobb kerület, kerületrész. De meg kell, hogy mondjam, az utóbbi három évben fantasztikus fejlődésen ment keresztül. Ezt nem a társaság működésének lehet betudni, de azért mi is hozzátettünk néhány
néhány adalékot, hogy ez így történjen. Az ünnepségen átadták a Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre kerületért díjat, a művelődésért díjakat, a Pest-Szentlőrinc Pest-Szent Imre sportérdemérmet, a kerületünk fiatal tehetsége elismerő címet, a gondoskodás az emberért díjat és a mi szívügyünk elismerő oklevelet. A történelmet mindig azok írják, akik valamit jobban tudnak másoknál, és kitapossák az utat azok előtt, akik hisznek és bíznak a tudás és a segítőkészség erejében, hangzott el a ceremónián. Idén 22 elismerést adott át az önkormányzat.